Gólváltásokkal indult a találkozó, az első percekben tartotta a lépést a Nyírbátorral a vendégcsapat, aztán elkezdett ellépni ellenfelétől a házigazda, a bátori gólokra csak ritkán érkezett válasz, így a szünetig 9 gólos előnyre tett szert Falcsik Miklós együttese. Fordulás után sem változott a játék képe, a fiatal balmazújvárosi csapat igyekezett, de nem tudta megakadályozni, hogy tovább nőjön a különbség. A meccs végéhez közeledve mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, a Nyírbátor pedig 16 gólos győzelemmel zárta idei utolsó hazai mérkőzését. Az elmúlt héten nagyon sok elkerülhető gólt kaptunk, és tudat alatt benne volt a társaságban az, hogy sokkal jobb csapat vagyunk, mint az új Fehértó Kálósemény, és ezt próbáltam rendezni a fejekbe. Úgy néz ki, hogy sikerült. Nem szabad senkit lenézni, és nem szabad senki ellen olyan lecserül hozzáállni a dolgokhoz, mert akkor az általában megbosszulja magát. Persze, amikor érzi az ember, hogy bármit csinál az ellenfél, úgyis jobb leszek, akkor sajnos egy olyan dolog alakul ki, hogy kapunk 27 gólt egy ilyen Újfehértótól. Most azért megmutatta a csapat, hogy 21 vagy 22 gólt kaptunk, ez teljesen vállalható, teljesen normális, és majdnem közel 40 gólt sikerült lőni. Kevés hibával játszottunk. A vendégek edzője szerint már a mérkőzés előtt tisztában voltak azzal, hogy csak megnehezíteni tudják a Nyírbátor dolgát. Nyírbátor azért 2 éven át bajnok volt, lehet cserélődött a csapat, de mi egy sokkal fiatalabb gárda vagyunk, még egy tanuló fázisában vagyunk az évnek. Sajnos van sérült játékosunk, várjuk a visszatérésüket. Azt kértem a játékosoktól, hogy próbáljunk futni, ahogy szoktunk. Ez az elején nagyon jól ment, de azért utána már egy kicsit a lelkesedésünk kezdett aláfagyni, mivel mikor a bátor elkezdett ellépni tőlünk, akkor láttam az arcokon, hogy kétségbe esettek vagyunk. A figuráink se nagyon-nagyon jöttek. Voltak többen, akiken nem folyt a labda tovább, lassították a játékokat. Nyilván sokat tanultunk ebből az eredményből, és próbálunk azért javítani a hibáinkat. Mint Siket Kornél elmondta, a kötelezőnek számító győzelmeket sem adják ingyen, azokon a meccseken is koncentrálniuk kell a pályán. Nem egyszerű, mert igazából rajtunk is van egy idézőjesen egy kényszer, hogy hozni kell a papírformát, és nem tudhatjuk, hogy az ellenfél csapat mivel rukkol elő, hiszen rajtuk nincsen úgymond teher ilyenkor, és bármi megvalósulhat, úgyhogy nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy megtettünk mindent azért, hogy a szurkolók elégedettek legyenek. A forduló további eredményei a következők: Acélváros KK DVTK 24-28, Fehérgyarmati VSE Mezőkövesdi KC 22-29, Hajdúböszörményi TE Újfehértó Kálósemjén SZ-ese 37-33 és Kisvárdai KC Deac 2 28-32. A tabella élén a Mezőkövesd áll 20 ponttal, 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a szintén 20 pontos, egy meccsel többet játszó DVTK-t. A 15 ponttal 4. Nyírbátor szombaton, a 4 ponttal 9. Kazincbarcika otthonában zárja az évet.